fire. Fire.
Ó, Gergő, nagyon jó kedvében van, most. Gergő, mi néz ki most a mai napja? Öcsilagos. Milyen ezt lenyomnám, és akkor nem jönném ezt. Lehet ez jobb volna. Aha. Így jó, szerintem. Háttérvegetest bekapcsoltam, de a fényerőt azt kikapcsoltam, és nem kikapcsoltam, mert lejjebb vettem a fényerőt. Így egy picit jobb. Igen, de jöttél a színembe és sok kedvedle? Nem tőlem lesz jobb kedved, hanem a japán mondavilágtól majd. A japán korszakok megtestesülésétől. Végre egy japán, japános korszakú játék, aztán most becsapunk egy vadonatú japán korszakos játékba. Szóval a szamályok megint nem hagytak cserben minket. A Nii után a Ghost of Tsushima-ba is ellátogatunk oda. Ebben a szentírásos pillanatban. Vagy már úgy éjfélkor már lehetne csap, lehetett volna csapatni, tehát nyilvánvalóan ezt már ezt nem tettük volna meg, mert nincs olyan Isten. Ugye a térben maradtunk volna. Na, viszont most végre valahára beteljesül a pillanat, megtestesülés most fog a tető fokára állítódni. Most az a pillanat, amikor kicsapjuk a szerszámot a kijelzőre, ráhegyezzük a szamuráj pengét, a lányzsákat, kiélesítsük, és most meg fogjuk tudni azt, milyen az élet Tsushima szigetén. Szépen megtizdeljük, megborotváltatjuk a izéket, a mongol hadjáratot. A kardot csapod ki? Hát, neked ilyen kicsike van? Azt hittem neked, azt hittem ilyen lándzsád, ilyen lándzsa hosszúságú van. Jaj, neked csak kart hosszúságú van? Jaj, hát akkor bocs. akkor én kérek elnézést, akkor... Na, szóval... Én meg lépek. Dick. A West Barber legalább. Dick megy be, igen, mert nagy tisztelt a szamurájoknál most akkor már, ha látsz valamit, akkor már nem tiszteled a szamurájokat, igaz? Véletlenül sem azért, mert ezt nem akarsz spoilert látni, hanem nem. A nagy besület. A tiszteletem a szamurájok iránt nem szabad megnézni, mert és jelentessemet, akkor már nem fogom tisztelni a szamurájokat. Jaj, nekem. Most ki fog derülni a pillanat. Milyen Pride? Pride? Vagy és akkor magyarul buzi vagy. Bocsi. Ez két értelmű. Nem értem miért, de valamiért Pride-ot használják a buzis jelzése is, meg a beszéletre is, mert faszom. Szóval mindenre. Ilyen két értelmű szó. Itt van. Én akarom átélni. Mondd ezt. A streamen keresztül. Hát, nem is mondtam, hogy majd itt végig. Mikor akartam még első kezdtük a játékot, hallod. Most csak látjuk ezt a fantasztikus izét. Dinamikus háttérképet. Miért van ez a bónusz tartalom? Nézzük már meg. Ez a bónusz tartalom, szóval nem tudom mi ez. Majd kiderül. Vagy te akkor átélni az izét is hallod. Érzelmezése. Értelmezése? Inkább nem mondom semmi. Leszar. Hát szar le. Én is leszar. Ennyi. Az a nagy helyzet, ebből megtudod az izét, a menüt. Látod, hogy néz ki a menüjen meg, hogy jaj, nagy dinamikus képet látom, hát akkor hú, hát akkor már izé spoiler van, hallod, Jézus úristen. Látom már, már ez a képet látom már most, hú, bazag, már spoiler van, nem jó. Már most meghaltam, hallod. Már most mehetek is, ha is hástam magad a sírba, hallod. De sem mentünk játékba, már izé spoiler veszély, minden van. Mini artbookba, benézek a mini artbookba, hát akkor már izé spoiler veszély van.
vigyázni kell. Komolyan mondom, mert ilyen nincs a mesébe. Benézek a izébe, digitális soundtrackbe, akkor ott is hú, bájjál, mert zenét megnéztem, akkor már spoileres a zene halad, nem jó. Nem jó, nem jó. Úristen. Sucker Punch-i állját, akkor már most lelepeződtek, hát nézd meg. Hát. Ez a fejlesztő csapat, akkor olyan, hát nézd meg, mert most már most rájöttem, baszkodik, hogy pontosan kikészítették. Itt már vannak zenék, úristen, már nem jó, hát spoilerzem, nem lesz spoileres. Veszettő spoiler, úristen. Most nézd meg, fehérek a izék, a növények, fehérek a levelek, járját, már most az is az. Minden az. Ihat fog használni a karakter, ne, hát ez nem jó az. Ghostnál ott izé, két darab háromszög van az O betű belsejében, hát ez nem. Azt hiszem, hogy három van, de csak kettő van, hát akkor ez már spoiler, nem. Ez már most nem jó. Nincs ilyen, világon nincs ilyen. Miután elkezdjük a játék, utána mehetsz. Mert azt mondom, hogy el is mentél el. Most hol beleendültem, bocsi. És olyan beleendültem most ebbe a témába most. Ráéreztem. Szóval itt majd a spoiler akkor fog elkövetkezni, amikor indul a játék. Mert nem indult még el, ez még nincs spoiler. Vagy te akkor átélni a töltőgépen, jönnek a fantasztikus varázsát, vagy... Vagy mikor, milyen idős rányomni az izére, az X gombra. Akkor rányomok, és akkor fúúúú, elindult a játék, jaj! Ne! Nem jó! Láttad a maszkot, már most nem jó. Ú, látszik a szemed, nem jó. Úristen. Itt nem látszik a szemed. Itt már látszik, már most kiderült, hogy ki van a maszk alatt, jaj. No! Megtettem a fényerőt, hogy ne látszódjon a maszk alatt a szeme. Hangkimenet. Polc sugárzó hangkimenet. Házi, mozi, tévé beépített hangszorója, hangprojektor, azt mondja. Éjszakai mód. Fejhallgató 3D hangzás. Én 3D hangzásos sem hallottam még. Ez milyen lehet? Hát nézzük meg ezt a 3D. Nehézség már most. Ahoznak a játékosok, akik minimális nehézségű fokozaton szeretnék megismerni. Jin! És nem izé... J-vel, hanem J-vel, mint a magyarok. Fú, mint egy izé, mint a jövendő mondó. Három kívánságot teljesítő izé, lámpápozár Jin, baszket. És itt is Tsushima! Tsushima! Jó, hogy nem már Tumi szigetét be az neked. Jó, hogy nem már azt írod oda. Hát most komolyan, most miért kellett ezt lefordítani így? Jin történetét és felfelelt egy Tsushima szigetét. Konkrétan odaadták, hogy Tsushima. Nem így Tsushima, az egy jó, hogy nem már beadott egy Tumimat. A Tuminek a szigetét. Tumi szigete. Szigete. Felemelkedés. Ed lesz a izé, ed lesz majd a izé címe. Nem érdekel a magyar helyesírás a szabály, ez sérti a szemem. Teljes körű élet eltökében várnak, vágynak, mérsékelt kihívással. Nem félnek a haláltól, elég bátran, hogy nagyon adni a kihíváshoz. Tumi szigete, felkeltője, felemelkedésbe az enyém. Most nem felkeltő, hanem kettős pont, alcímmel felemelkedés. Közepes jó lesz. Válasz élményt. Angol párbeszéd, magyar... Ugye vagy? Na, ha valaki erre rámegy, ez kell. Ha itt valaki ilyenre rámegy, szubjektív vélemény, én szerintem, ha erre valaki rámegy angol, hát akkor az... Nem tudja, hogy kell játszani az ilyesmit. Nem tudja, mi az. Valami ott hiányzik ott a belsejében. Szaburáj mozi. És ez a Kurosawa mód. Lehet használni ezt a jó kis izélet, ilyen réges stílust. Fekete-fejű filter alá, japán bárbeszéd, de magyar fejlett. Igen, de filmrendező Kurosawa, akire munkásságig vette. Ez se jól, ez elég stílusos.
De meg ezt lehet változtatni game közben is, szóval majdjunk egyelőre ennél. Hát nekem van Kossuth díjam, nyelvészeti titulmám, akadémiai elismerés. Fú, ez tényleg így fél kiírni, hogy cusi, mert... Na, miért? Mókokokna, Tsushima-ni hiúraihida. Itt egy Zoro beszél hozzánk. Na most már lehet, hogy már lehet mondani spoilernek valamilyen szinten. Itt már tényleg elkezdődött a téma. Bónyakda. Nekem se éppensége. Jó kezdés, már egyből egy csatatérre vezettek minket, már egyből. Jaj, itt vagyunk most már végre, hála Istennek, már mennyire régóta már. Várom el pillanat, végre eljött. Megjött a mongol őrjárat. Megtámadni készülik a Cumi szigetét. Hát akkor, hát ennyi, hú de hogy beton lesz így. Itt amíg beton lesz szüneteltetni így azért a elfizető közben, ez jó. Szóval tök érdekes, hogy most hogyha a Death Stranding is magyar feliratos volt, és ott sem írták át a Kojima nevet J-re, J helyett. Akkor itt most miért kell? Mert az egy név, ez meg egy, hát ez is egy név, csak az egy személynév, ez meg egy település, egy bizonyos helyszín neve, nem tudom. Hát a Jin is az is egy személy, de mindegy. Aj, Istenem. Kik fordítják? Hát nem tudom, érdekes. Hát majd megszóljuk majd, de nekem sem tetszik ez a Tsushima. Még a Jin még az elmegy, de az a Tsushima. Hát jó. Látjuk. Fociból láttam japán a játékosokat magyarosan írva. Igen? Az érdekes lehet. Legjobb haltosatokat? Mutassátok meg. Ez a Khan lesz? A Honda Keisuke helyett? Honda Keisuke. Még az még... Mert talán még elmegy. Ez egy S helyett S. Még talán még az még úgy nagyjából elmegy. Ez aztán izé. Ez aztán Fragma volt, baszki. Ráönti a bort, hogy mit öntött rá. És utána meg... felgyújtja. Ezt fogja, hogy levágja a fejét, ez kemény. Lehet, hogy picit hangos lesz szerintem. Hú, micsoda menü. Szerintem a... maga a 3D hangzás, az... egyelőre úgy néz ki, hogy jónak tűnik. Hát leviszem 80-ra az összeset. Oh my god! Már 3 hónap? Szavasz, Mater! Csókolom neked is. Köszönöm szépen a 3 hónapos izét, 3 hónapos egymás utáni feliratkozásodat. Nagyon szépen köszönöm. Szóval igen, most teszem, igen, volt időm picit többre, most tudtam folytatni a
a olvasmányodat, a regényedet tudtam olvasni. Eljutottam a 11. oldalig. Van egy észrevételem van, ha megengeded. Néha észreveszem azt, hogy néha lehetne azt csinálni, hogy akit éppen felsorolsz, hogy éppen részletezel, információkat adsz ki a bizonyos szeméről, elmondnád, hogy ki ő, mert például ott van ez a rész, na már mi van? Én nem tudok rámenni. És nem enged, hogy izéljek. Lapozzak. És mi nem enged, hogy lapozzak. Mert mindjárt egy pillanat. Mi az Isten van most? Mindjárt mondom. A 9. oldal környékén van az a rész, hogy nem, 8-nál, az éjfél előtt. És akkor van az, hogy egy fiatal lány mit keresének idején a szakadó esőbe, és akkor ő van beosztva a éjféli műszakba, és hogy kideítse a Gábor nevű ilyet, a gyilkosságnak különményét, és akkor valószínűleg utána, amikor itt van ez a rész, és akkor elindul a fokába, arra a hídra, és akkor meg van neki ilyen leírás róla, hogy hol van? Világegyetemben imádta az esőt, meg hogy 5 éve annak, hogy nyomozónak járt, 2 éve van, hogy ebben a városba jött. Ez tök jó amúgy, hogy leegészíted, ez teljesen jó amúgy. De valószínűleg akkor úgy, hogy a lányra gondolsz, hogy mindig arra a fiatal lányról van szó, még gondolom. Ilyenkor kellett volna mondani, hogy ezt a lány, ennek hívják, és akkor valami, de lehet, hogy miért, hogy később majd le lesz írva, leírod majd, hogy pontosan, hogy hívják ezt a lányt, mert nem tudom, hogy hívják. Csak nézem, hogy ez a lány ez meg azt csinál, meg azt csinál, csak még azt tudom, hogy hívják. De az a fotó független, ez tényleg nagyon jó nekem. Nekem tetszik ez a hogy leírás, személyleírás, hogy leírtad, ez nekem nagyon tetszik. Infokat elmondtál róla. Csak tényleg a név. Hogy a nevét ezt nem tudtuk meg egyelőre. Lehet, hogy majd később. Lehet, hogy majd később majd kiderül. Szerintem így jó lesz a hang. Hoppá! Jól beindul, bevegyünk a csatamező közepére. Nem szarosznak a szamurájok? Oh no! Hogy tudok gyorsan lovagolni ezzel a lóval, vagy ez a maximális sebesség? Az csapott. Kapta. Aló! Alónak vége! No! Névicon... Névicon lesz. Mert ezért címe a izé. Ezért az a címe, hogy neve nincs a regényednek, mert nincs neve lettőbb karakternek. Az... Van egy pár Blood jelenet. Jó, hogy amúgy a hang? Lehetséges, hogy viszont minden vinném. Jó, akkor jó. Bár fényerő egy picit állítanék őszintén. Egy csöpetet. Viszintes kamerasebesség alapját, ez egy gyors, lassú film. Mi az a filmes? Filmes kamera. Ilyen lassú? Hát Jézusom azért. Ez borzasztóan lassú. Hát... Nézzük meg ezt gyorsat. Ez jó, mondjuk ez. Most jelenleg jó, de aztán majd lehet, hogy majd túlságosan gyors lesz majd idő után. Hogy tudok? De csak így le kell nyomnom hosszan a bal kurzort. L1-jel tudok kizélni, védekezni, hájítani. Hoppá, bocsáss el meg. Hoszkával kell támadni, az oké. Okay. És akkor jobb kurzor lenyomásával váltunk a izére. Lopakodásra. És akkor állítólag nincsen... Háromszögje van, hogy a
nehéz, meg az erős támadás. Nincsen lokkolás, igen, azt mondták, hogy nem igazán vannak lokkolásos témák. Picit azt érzem, hogy kicsit ilyen... Néha vannak ilyen droppolások, és nem éppen 30 FPS sem. Néha ugye a harcnál. Viszkedett a háta, azt mondja. Harcok is rendesen. Várj. Pillanatot kérek. Most lesz jó. Metal Gear után mennyire lesz a lokkolás hiánya? Mondjuk hát itt lehet jó meg van csinálva. Tehát igen, a körrel kell itt dodzsolgatni, elgurulgatni, és ott inkább csak itt kitérni egy oldalra. Ezzel lehet ugrálni, ugrabugálni lehet közben, ez fantasztikus. Miért a harc? Miért a hanggal most? Nem hallom a hangokat konkrétan. Nem baj? És én a halkan hallom. Miért lehet ez? És magán az effektek hangjáért nem hallottam. A zene az hallatszott, csak az effektek hangjáért az nem hallatszott. Nem jók ezek a mikor lesz kérdések, ezek nem jók. Senki sem szereti. Kicsit könnyebben alapítasz, mint a mióban. Hát egy kicsikét igen. Lesz a mikor lesz. Lesz a mikor lesz. Mater. Minden a maga idejében lesz. Teljes mészemes. Kitották az egész egységünket, mindenkit. Bácsukám. Már csak én maradtam életben egyedül. Ez hogy fogjuk ezt túlélni, hogy két nyilvesszőt is belénk állítottak. A kis fasz. Nézd meg, hogy hajt. Alig volt két hónapja, hogy belefejezte a Soul Slice szezont, de már a másfél szezon. Hát, így van. De most már túl már a Gergő rengeteg Soul Slice-on. Kellni egy kis szünet. ためにあげくれ勝てぬはずも戦に全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。こっちへ添えてやる。この国の言葉しきたり信仰どの村を買いならし やき払うかをな。今一度己に問う侍よ。我に下るか。 És ha megvannám megállt, akkor mi történne? Nem tudom, hogy ezt szeretem túl elengednék, de valószínűleg nyilván nem ezt a nagy szamáját. Beselte nyilván nem engedni ezt. Nem tennék ezt. Ilyeneket nem csinál egy... Nem adja meg magukat soha semmilyen körülmények között. Visszatértem a Nióra, lassítja a dolgot. Ja, az a másik. Most már nem, mert most már végezti azzal is. Kell már. Kell már egy kis szüneteltetés.
Milyen egész ég azt hitték, hogy megmurdálódtunk? Aztán egyszer csak feltámadtunk, és hát inkább észhez tértünk valahogyan. Csak tudnám, hogy? Nem olyan kérdés, és hogy örülök neki, legalább van tartalom, ami felé érdeklőd. Így van. Kérdése nincsen. Anyaim baj. Hogyha egyszer-kétszer megkérdezik az emberek, akkor az nincsen baj. Mondjuk hát... Nálunk nem kell aggódni ezzel, hogy most hogy egyszerre hú, tizen megkérdezik, hogy mikor lesz az, mert érnek, hogy nem lesz, mert ekkora nézettségünk nincsen. Valaki észrevette, hogy életben vagyunk. Nekem pár nem, mert hizettségem sincs általában, lehet vasárnapi Titan Pocket. Tehát az, hát vasárnap, az vasárnap. A vasárnap, az vasárnap. Picit másabb. Valaki meddolgozott ilyet, hogy életben maradjunk. Ki lehet vajon az? Ezek a... Az a furcsa múlt, hogy ezek a vizsgálódások, meg így a karakter magával beszélésük, hogy felméri a terepet, meg ilyesmi. Ez a Witcher 3 óta népszerű amúgy. Azóta nem igazán láttam gémekben, hogy bármikor lenne ilyesmi, hogy hú, hogy legugolnak, vizsgálat, nyomozás, akkor hogy te elkezd magával beszélni a gyerek ember, vagy most akkor hú, anyom elég friss, pár napja lehettek itt, és akkor meg ilyesmi. De Witcher 3 óta van ilyen amúgy. Ott vezették be ezt szinte majdnem először. Legalábbis onnantól vált népszerűvé. Mongolok. Megszállták az egész helyet. Keresd a katonádat. Keressen be a katonámat. Tényleg vissza azért a kezdő területre, hogy csatatérre magára. Ott van. Kerüld el a riadót, hogy riadót fújjanak. Hát megpróbálom. Elég furcsa ez, hogy R2-vel kell itt interaktálgatni. Azért... Ezt valaki pengítélyezett. Szóval... Itt van a pánci? Az igen. Hogy lehetséges az? Törött. Vigyázzunk azért. Kilépünk, azt már megtámadnak egyből. Hoppá! Te lehettél az? Ó! Hát ő volt az, aki... Ajaj! Lehet, hogy ő volt az, aki... Ápolt minket? Érdekes, hogy ezt így ezt a mongol nyelvismeretet nem fordítják le. Aztán igen. Azt a morkos, hogy te hasába beszúrt párszor. Nem tudok egyszerűen eltekinteni a izétől, a szinkrohangjától. Lehetséges, hogy Zorónak fogom nevezni. De Máta nem Jin vagy, te. Ronoa Zoro vagy. Innentől kezdve te Ronoa Zoro vagy. Mert az olyan a hangod, mint Zorónak konkrétan, és te annyira
annyira olyan, mint akkor tényleg, mint hogyha most ugye beszél, mint ha Zoló elképzelni, amit kötődő beszél. Nem bírom. Nem bírom nem eltekinteni ettől a hangtól. Hát itt elég sok itt a mongol, hogy az Istenben veszek minket észre. Ide be tudok bújni? Aztán már lehet esetleg izé kúszni, vagy nem tudom. Nézd, hogy nem. Yuna, mate. Shimura donu wa ore no oji da. Anta ga Sakai-jin ka? Nem. Én Zoro vagyok. Roronoa Zoro. Ikite oide ka? Osoraku ne. Mokoni toravareteru kedo. Basho wa megkönnyebbült sóhaj. Kaneta no ki de aru. Ojiue o toraeta koto de mamori mo teusu no hazu da. Seme iru nara ima shika nai. Korosareru yo. Da ga buji ni otasuke sureba Moko wa uchi harau koto ga dekiru. Kamakura ni gebumi wo okuri, gojoroku mo koe yo. Anta ga kirareru no miru tame ni seba shite yatta wake ja nai yo. Még azt mondjuk, ezt észrevettem most így hirtelen, hogy az a szájmozgások elég szarok. Hát így mondjuk, nem elég szarok, hát mondjuk ugye nem a legjobbak. Ahogyan beszélnek, hát konkrétan így tátodnak, de konkrétan semmi, nem is, semmi, nincsen szinkronban a hanggal. Beszéddel, nincs szinkronban a szájtátogás, arc, a szájmozgás egyszerűen. Ez egy kisebb hiba, de nincs ezzel problémám őszintén. Ez egy picit feltűnt, de ez a legkisebb problémám őszintén. Nem akkor nagy probléma. De furcsa, nehéz így megszokni. De majdnem, főleg, hogy az izében Last of Us 2 volt a körrel kell azért mit csinálni, mi az a... Pont a körrel kell így legugolni. És az X-el kell így átkúszni bizonyos tárgyak, bizonyos részeken. Szűkebb tárgyakon. Itt meg pont, hogy nem. Meg az R2-vel, meg a jobb... jobb azért kurzorra nagyomásával tudok kizélni ugolni, szóval elég furcsa a komkiosztás őszintén. Hú. Jövök, hát hallják ő. Ohm. Most kezdünk assassinskodni egy kicsikét. Vagy egy picit hasonló, de hát mondjuk ösztén sok másik játékban is voltak már ezért parkurkodások, meg ezért házba felmászások. És ettől nem lesz AC-zás, nem lesz Assassin's Creed ezért koppintás, ettől független. De sokan mondták. Rohadt sokan mondták. Ízébe is, tesztekbe is. Készletek. És mik ezek a készletek amúgy őszintén? Itt írják nekem, hogy itt 8000 darab készlet. És az mi például? Milyen készlet? Elmondanák, hogy mi van abban a készletben legalább, hogy valami. Elcserélte? Hogy merészheted elcserélni a kardunkat? Hát komolyan mondom. És konkrétan egy kis batyuban, egy kis batyus zsákban abban van benne a készletek, ahol érdekes. Ez van a kardunk, mi?
ez az. Ezt a részt például nézzük már meg. Ezek a vörös szakura fák konkrétan mennyire istenien néznek ki. Ilyen lélegzetet megállító, lélegzetet elállító, itt sűrít a szélben, hogyan a levelek hullanak a fáról. Kíváncsi, hogy most angolt választottam volna, angol szinkron, ott jobban szinkron volna a szájmozgása párbeszéd hangra, vagy ott is hasonló lenne. Gyakorlás? Az jó kedvés azért. Egy kis flashback. Hát így a jobb gyakorolni. Flashback egy gyakorlás a legjobb. Gyors támadás, hosszan döfé és erős támadás. Hoppá. Még tényleg ilyenkor picit rossz ilyenkor, hogy a kameráját is így vinnem kell magammal. Ahhoz, hogy így ne a brálátáson megyen a magára a harcrendszerre, meg a harcra. Azért mondjuk így tényleg nem jó, hogy nincsen lokja amúgy. Nem lehet lokkolni az ellenséget. Ott a lokkolás, ott alapból rá van irányítva a karakter és a látási viszonya az ellenség, és akkor nem kell ezt így mozgatod külön. De így például elsőnként csak lépre csaló. És vannak ilyen választás lehetőségek is. Türelmesnek és fegyelmezetnek kellnie. Tudját a védelmet? Védelmet és ellenfél megtántorítása, majd gyors támadás. Megvan. Meg lett tántorítva. Ez még egyszerűbb. Nem tudjuk olyan vészesnek. De ezt, hogy tényleg egy kamerát is forgatnom kell nekem is közben, itt lehet egy kis nehézség. Ekközben. Blokkolás. Ó! Egyből egy counter. Hoppá! Uff! Hoppá! Ezekben az órában van tennivaló. Baj. Így van. Hatalmas nagy baj. Én mozgok közben. Így felverem a lábammal a leveleket. Ez hogy lehetséges? Hát... Bazen most akartam mondani. Most akartam mondani azt, hogy ezért... Hát hogy mehetsz el, hogyha csak a Neo meg a DS érdekel téged? Hát ez lehetetlen. Ez az életőd, ezt felfogtam. Ez akaraterő mutatód, merítsd az akaraterődből, hogy gyógyulj és más különleges képességet használj. Elfelelt megölésével. Ja, így azzal tudom így növelni az akaraterőt. És akkor ez az akaraterő kell, hogy most vannak ilyen akaraterő pontjaim, akkor azatok így hílelni. És ha most jól tudok kilelegetni, akkor bármennyi szerint tudom tölteni az akaraterőt, és akkor bármennyi tudok kezelni. Gyógyulni is, szóval ez jó dolog. Persze, mondjuk egy bossnál mondjuk az nehéz.
Viszont magamra nem küldtem el, de a pisába mondtam, hol neki, hogy foglalkozom. És foglalkozom csak a póniaival, jaj. Hát ha ezt megmondtad volna neki, akkor tennap, fú. Hiába te is mondtad, hogy meséltetted valamilyen szinten. Úgy besötőlt volna a Kenta a 100%-ok, hogy el is ment volna arra napra. A 100%. Itt is vannak ezek a piros felvillanások, mint az egy Sekiroba is, meg ezekben. Ezek a kivétetetlen támadások. A háríthatatlan támadás. Nyert, nem akarok, itt el, én elmi a színben. Legalább azt, hogy azt, mondjuk azt, az emet volna mondjuk azzal baj, hogy mondjuk ténylegesen megvéded magad, hogy most egyáltalán nem tudsz, mi megkérdezem volna, ezt nem tudom, hogyan gondoltad ezt Kenta például, hogy engem csak ez érdekelne, azért egy elég hülye általánostás a részedről. A Jin nyert, kérem szépen. Mesino mai ni ato hitotsu dake to daidai. Hát valószínűleg én is soltul feltettem volna baszhozzal most, mondjuk ha most csak azt mondtam volna, hogy hú, nem tudom, engem csak a form egy érdekel, ki tudja. Mert mondtam, hogy nekem csak az én úgy csak a díjas, a Witcher érdekel. És ennyi. A lehetségesen és azért. Mit jelent a becsület? Emberek megóvása. Azt akartam mondani közben, miközben elment, hogy azt észrevettem, feltűnt. De a karaktereknek az arcmimikája, a szájmozgása nincs szinkronban a hanggal, beszéddel. Ezt figyeld meg te is mindjárt most. Mito, szesszé tó. Tajaszkú omoemaszka. Ha ottad, észrevetted? Manu a katasi da. Vasi mo hibi kusin shite ol. Shikashi warera wa kiritsu o mamoru koto de. Kezem a nagy probléma, nem tudom ezt nyelni, de egy kisebb, elég kicsi probléma őszintén. Szóval ez metre szar. Helydász el mindent le. Hoppá. Most már mindegy, mert most megvan már a karda. Mission Music. Azt a kurva hallom. És elképzeltem a Lászlónak a fejét, amikor ezt a zenét meghalta. Fordog már izé. Ott már ott hátul már, szerintem alul már kicsapta volna szerintem. Vagy Raikirid. Hát igen, csak egy világnás nélkül Raikiri. Nem ment volna, hogyha a saját izém. Ha majd izé saját fog majd kipróbálja, akkor meghallja ezt az egyet, és akkor kicsordult ott alul. Meg ilyenek. Garantál, ami hasonló. Vagy ismerem a Lászlót, nagyon érzékeny tud lenni ezek a japán dolgokra. Nem szegem meg a Pesület kódexet. Vagyis én
Én nem lesből támadok, én csak is kizárólag. Egyenes úton. Kard. Aztán az ezért karcél vagy ellenséget kardoddal. Ezzel tudok célba lenni konkrétan, hogy magát a mozgásnak a mozgásos jelző kurzort tudom így használni. Ez elég egyszerű volt, ez így. Segítsünk mindenkinek, akik bajban vannak. Ne tedd el a kardot, ember! Hopp. Viszont elcsesztem ezt most. De az a baj, megint a kamera. Ahogy látok, baszki, össze-issz, hogy elmegy a kamera, baszki, és rohadtul szar. Én akartam! Másik, amit figyelsz, hogy játékból csak kb. 6 volt Souls Like. Mondjuk az nem rossz. De amilyen kevés Souls Like van, hogy az elég jó példa. De az eldúranok. Szóval visszatérve arra, amit mondtál, hogy ezt sem fogja végigjátszni, hát nem tudom. Érdekesen, nem tudom. Hát ez... Hát nagyon jó kérdés, lehetséges, hogy ezt már... Hogy ezt nagyon-nagyon régóta várja. Annyi biztos, hogyha most... Ha nem kell a színmeléssel izélnie, színmeléssel ráfókuszálnia, akkor... Streamen kívül végig fogja szerintem. És amikor a streamelésen most itt időpont van izélve, most csak bizonyos pontokon tudja csak folytatni, amikor éppen a streameléshez van ideje. Ezért hagyja általában abba le többet. Ha nem kéne streamelni, akkor... Akkor lehet, hogy akkor már végig tudja már játszani. A Cyberpunkot szerintem inkább nem fogja végigjátszani szerintem. De nem biztos, nem tudom. Hát sok van, amit már régóta várt, már sok van. De... Ó... Oh. Hello! Azek hogy jött ide? Világ végére is eltalált. Most már tesz, hogy meg létezni, te ijas. Láncsások, egyben Mikiribe adtam el. Álltam át. Ha itt is lehetne olyasmit csinálni, mint a Mikiri Canterbe, akkor az jó volna. De valószínűleg itt nem lehet. Bajnos. Most csak egy... Ó, választom kell abat. Meg lesz a hűparipám. Digital Deluxe! Ez a Deluxe? Deluxe paripa? Hát akkor nyilván Deluxe-ot választom. A Digital Deluxe lóhe. Mert lesz egész húr csarán. Most nem. Hát de legyen. Nobu bizalom, Sora ég, Kage árnyék. Kage az nem rossz, mert... Egyből, mint ki fogom mondani, hogy Kage egyből Naruto áthallásaim lesznek. Most vagy izé... Sora. Mi lenne? Sora! Akkor mondjam, Ora is lehetne majdnem akkor már. Nobu Naga. Kage lesz. Na mindegy, most már. Na várja, nem. Legyen Nobu akkor. Nobu lesz. Nobu Naga lesz. Ő lesz ifjabb Nobu Naga.
Nem baj, ez jó, ez... Jó lesz a Nobu is amúgy. Nem baj, ez... Ez is jó, a Nobu is jó volt. Kaneda vár. Most az elején még itt azért lesz, itt még itt ilyen lineáris sztori lesz. És akkor majd idő után, majd egy kis bevezetők után majd váltunk vissza, majd a, átváltunk át a nyílt világú terepre. Ez egy mit csinál például, mert az nem csinál semmit, hogy nézem. Mókomo szó kangáldaró. Daga, kotabi wa ore ga. Nem bocsátom be soha. Soha nem fog megbocsátani. És akkor majd izé... Depressziós módon majd mindjárt izé... Hozza majd a kötelet, mint a izé János. Milyen a Jánosra nem bocsátanád meg? Mondanák azt, hogy izé... Sose fog megbocsátani. És hiába mondja János, hogy bocs. Aztán adja izé majd, hozza majd a kötelet valami. És a lacib büszkeséggel rendelkezik. Így van. Vagy tisztelette meg a büszkeség. Ilyenek hamar hal. Azt a kurva. Van benne valami, amit mondasz. Vannak benne érdekességek. Vannak benne jogos tények. Ellenséges területhez közeledve kivívhatod és kihívhatod ellenfeleit összecsapásra. Szembeállva ellenfeleddel tartsonban. Háromszöget, amint számot engedd el, egyetlen csapára, csapással kivégeztetheted. Igen, ez, amit láthatunk a izébe és a trélerebbe is. Sikerült! Ez még mindig epik, hallod. Ki akar még velem kiállni? Questo samuraio. Eddig elég könnyű eddig. De hát majd azt, valószínűleg ezt majd nehezebb is. Itt normálon csinálom most, szóval nem könnyű vagyok. Győzze a mongolokat, vágj keresztül a váron, hogy megmentsd. Megmentsd a bátyádat. És most a konkrét itt van kettő fajta ikon. Egyik ilyen harci ikon, a másik meg bizonyos objektív ikon. Mert győzze a mongolokat, az nem kötelező. Vagy nem tudom. Tényes, hogy minket is azért könnyedén le lehet csapni. Egy pár csapás, aztán mi is kinyifannánk amúgy. Tehát eddig még egyszerűbb a helyzet. Már most próbálj. Majd a bosszotán lesz érdekesség majd ott. Hogy fog majd ez működni? Van shot volt. Látszik, hogy semmilyen látványorgia nem vettek be, teljes mértékben hülyek a eredeti japán szabályos harc stílushoz. Azt elkapták szépen. Utás! Ó! Nincsen most jelenleg még ilyen szó, azt nem tudok, mert ez a mit csinálni. Eine China. Na! Ószadálkodás. Ilyes közben kitaláltam a jellegi projektek után. Én újra a japán tematika. Igen?
Például... Ja, az amit mondtál, animések, meg a Oninaki, meg ezek... Az a rezonanciai... Nagyon dédelgetett álmom... Egy boss ranking készítése. Nem rossz az, és azt kommentálná is amúgy? Vagy egy Souls-like, vagy egy Dark Souls egy korszakú, stílusú regényt írni. Nyakas kérdés. Egy újabb jelentkező? Egy újabb jelentkező? Ez gyorsabb volt. Na. De az gameplay felételeket kell csinálják a bosszokhoz, azokat összevágni. Hát az is, igen, az is egy lehetőség, csak kommentárral. Hát az jó volna, figyelsz. Én abszolút adnám. Ha kell, még támogatok pénzben, mindenben. Én abszolút benne volnék ebbe. Aztán már tudom mászni ezt a részt. Aztán már tudok így mászkálni itt a hegyeken, mint a mizei csimpánz. Szóval, én abszolút adnám ezt ötletet, amit te így kitaláltál. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan vezetnéd fel a bossotnak a tematikáját, miket mondanál róluk. Hogyan írnád körül a kitélyesen nyilvesszők elől. Mert kirülnék egy nyilvessző, mongol ilyenszak kiáltanak és jelznek szövetségesétnek, hogy bukjanak le. Ó! Oké. Hát ez nem csak az társadalmak jeleznek, hanem az ellenségnek is jeleznek. Nem, nincs. Közel volt. Szerintem összén szóval a harcrendszer eddig elég egyszerűen tűnik. Főleg egy ilyen szózákok után, jók után, meg ilyenek után. Elég egyszerű. Nem tudok pábara hívni valakit? Nem engedi esetleg? De! Állj ki és harcolj velem! Egy jó kis összecsapás. Azt mindig imádjuk, összecsapásokat. Ó, siker! Utolsó szent pillanatban. Gyerte, srácok! Picit elcsúszott az a... animáció, de nem baj. Túltottunk a védelmen. Gondolom... Még nem, meg kijött a fejemből. Most nézzem, mikor voltam, akkor ezért néztem, akkor a... olvastam a... regényedet. Aztán utána akkor az izét. A durarát. Pusztítanunk a becsület. Hát de nem ölte meg azért a bácsikáját végül. Nekem kérdezi inkább a regény, mint a Földön konkrét finália.
De azért megnézem ott a Fiatlan Worlding konkrét finálját azért. Na mi az? Nem Sakai nagyúrt mondott, hanem Sakai Jin mondott, na mindegy. És ki kell állam a izével? Ez a nagy kánnal? Uha! Jó kezdés ez így. Ajajajajaj! Na ez már keményebb lesz, úgy érzem. Hódolj be! Ouch! Azt a moskos, mi a fa? Nekem ez elég nehéz már, azért. De ezt már hogy védem ki? Mert ezt amúgy meg... Ja, ez ilyen hasonló... Lehet esetleg. Hát ez ilyen hasonló, mint az izébe a Star Wars Jedi Fallen Order, vagy az első boss fight, az ilyen scripted fight. Hát igen, mert ez a... Általában ez a Khan lesz az izé a fő ellenség állítólag. Hogy azt szépen kapta. Meg a Sekiroban a Genichiro, igen. Mostán belég klisés szokott ez lenni, hogy ilyenkor mindig beraknak az elején egy ilyen... Hát mondhatni, az elején berakják már így a... általánosságban a fő, legfőbb ellenségeket, és akkor... Csak aztán... Nyilván azért, hogy azt így elszkipeljék, hogy most ezt valószínűleg el fogjuk ezt úgy is bukni. És majd a végén majd, vagy a vége fejnél, vagy a közepet állítanál, vagy másik felében majd... bosszút állunk, és újra... kiállunk elni, és akkor már le tudjuk győzni. Metal Gear-ba a szemet? Nézi a... Metal Gear Rising-ba ott a szemmel küzdesz meg legelőször? Nem is láttam a legelejét. Azt is egyszer csinálni kell majd, ha már megvettem azt is, akkor azt is majd egyszer bele kell sűríteni majd. Nekem van kedvem ösztön eléggé. Nekem eléggé tetszik nekem a izé. Ugye a flashback látom. Yuriko. Szaraszaradez. Desu. Jaj. Csak izé. Oké. Szóval... Nekem... Én már attól meggyőzött engem a játék a baszott jó soundtrackekkel. Az kurva jó. Meg amúgy is a rohadt epikus boss fightokkal. De annyi biztos, a játék fenséges, sem néz ki. Jó esett nézel, minden szavas doboztatáján, csak ennyi. Még meg jó játék, megérte megmenni. Na hát akkor az jó. Este már egyszer vétód újra. Sakai-dono no musuko to ara, omae wa wagaku no douzen da. Ízni esetleg hülyekezed majd. Ezek a fény effektek, a szín árnyalatok. Csigimi wa nani yori mo tami wo mamorareta. Makoto no mono no fuyo. Újra meg kell ölni, így van. De te... Én most elején még meg kellett egyszer ölni az Armstrongot, vagy most vagy csak a végén van az? A vége. Szüvete, vatási nem szédesz. Jin! Szoredemo buska! Most az apját öltét meg amúgy? Csicsiúveva. Igen. Csicsiúve, az szóval ez az apát jelent. Nem csak a tószám, hanem most ki kétféleképpen. Hát mert is most mondják amúgy. Műnöm van náj, szorena mononov.
これからはお前が意志を継げ。あやつの魂はこの太刀に宿っておる。És olyan furcsa, valahol izé csicsiúvét mondanak, valahol meg tószám mondanak. Most akkor... Mitől különbözik most? Mikor melyiket használják? Na azt például azt nem tudom. Azt mondom, mind a kettő ugyanazt jelenti, de... Az egyik régies. A csicsiúve és a tószám meg a izé. Mondjuk hát mondjuk azt is veszélyeztettem, hogy ilyen történelmi is régies, hát ilyen... Ami mondhatni, hát egy régi korszakban játszódik a története, a nemének az a... Az a régies. A Vinland szagában is például így mondják. Meg hát, igen. És a leg... Olyan éméket, amiket a jelenkorban játszódnak, azok meg... Azok meg Tolszennek akkor. Ebből is megszabadultunk, megszöktünk, sikerült megmenekülnünk itt is. Egymástán két elég kockázatos helyszínen tudtunk megmenekülni. Még nem sikerült megmentenünk azért a nagy bácsikánkat. Elfelejtettem megmutatni azt a jelenetet, ami miatt beleszerettem a japán szinkronba. Még az ékor az előző, tennapi napi streamben? vagy mikor? Követő szelet. Igen, mint általában itt a szél járása mutatja meg az irányt, hogy merre kell tovább menni, és merre van az a bizonyos jelzés. Na igen? Mitől? Lehet itt vadállni a szemünk? Ó, a szarvasok. Ez is baszki, édes, de most durvulunk be, baszki, de brutálisan hallod, hogy néz ki, édes úr, de mi ez? Hát mi ez? Ez már tényleg jobb, mint a Witcher 3, még a Witcher 3-nál is szebb. És ezt szeretem, ezt a látványvilág, úristen hallod. Mi ez? Brutál metal. De nem küldtem még el akkor. Vagyis akkor... Itt a csajszi. Juna. Dodatta? Shimura-donon mitzke. Odozke si otoztama. Kíváncsiasszok akkor, amit elküldesz majd, hogy pontosan mi volt a jelenet, ami miatt belehabarodtál abba. Én nem tudom, mi volt a jelenet. Én nem emlékszek ilyesmire. Konkrét jelenetre. Ez kell szépen Zoro bosszúja. Zoro megmenti a szigetet. に会うのは必要。他の手立てを考えねばならない。そうして志村殿を救い、故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ。藩の番犬だ。大勢で来る。まずい。隠れなきゃ。 Az izé arc. Vanó, igen. Eszembe jutok. Igen, az Arkane most megy a One Piece-ben, az egy ország neve is. Ez valahogy sejtettem amúgy. Neo! Megláttak, hát igen.
The Vanuar. Szóval ott az első árk, ami konkrétan olyan területet tartalmaz, ami a valóságban is felelhető. Mert eddigi, nyilvánvalóan az eddigi területek, eddigi helyszínek, akkor már pizzát felelhetőek, azok kitalált területek, és nem nincs ebben a valóságban nyilván. És hát gondolom, hogy nem. Ilyenek, mint Alabasta, meg a Dressrosa, Volkék sziget, meg ilyenek. Ez már aztán nyilván nincsenek. Nem érteznek a valóságban. De Vanu az mondjuk az... Még a sejtésem volt, hogy lehetségesed is a valóságban is. Valóságban is fel lehető ez a helyszín. De nem voltam benne biztos. Hogy bejött alul? Ez ilyen sárgás volt eddig is? Még mintha onnan, amikor elloptam, akkor és elvittem, akkor azt hittem, hogy hogy ilyen barnásan ott tűnt ez a ló. Nem ilyen sárgásra tűnt. Mondta, hogy azt is akkor, hogy ez nem Sakaijin története, hogy megmentse a Tsushima szigetét, hanem ez Ronon a Zoro története, hogy megmentse a Wano szigetét. Na, az is egy sziget. A Wano is egy sziget. És hát a One Piece-ben nem is az. Wano országot meg kell menteni. Onushi wa saki ni itte one, ato de mukau. Ano ko wa yoai kara, nagaku wa motanai. Yuna, kanarazu ototo wa tasukeru. Shimura. Mindenkit meg kell mentenünk. Bácsikánkat, meg a Z-t, meg a fivérét a csajnak, mindenkit meg kell. De most ülnék most már, hogy picikét megnyílna a game egy kicsikét. Fehér virágszirmak, hogyan süvíti a szélőket, azt a mindenit. A lónak elég furcsán mozog szerintem. Nem tudom, hogy vagy vele, de... A ló egy picit nem tudom. Nem fut olyan természetesen szerintem, vagy én nem tudom. Én valamiért ezt érzem, mintha a ló nem futna elég természetesen. És most Sucker Punch Presents Ghost of Tsushima. És most első felvonás. Még felvonásokra van itt osztva az egész? Nem is tudtam. Szóval egy picit, mint egy furcsán mozogna. Úgy azt érzem egy pillanattal elejéig. Szóval ebben a pillanatban már terjedtővé a felfedezés, mint olyan. Mi is a átfizetése van itt? Tálalva. Érdekes. Mit ne mondjak? Ez szépen megmondta a game. Azt mondja, hogy ez egy történet, azt mondja. Ez itt egy történet. Oké. Szóval igen, Gergő. Az... Még ezt hol láttam, hogy ez egy ország ez a Wano. Most még nem tudtam eddig. Csak sejtéseim voltak. Úgy gondolom, csak beérted a izébe, keresőbe. Azt kikerested. Minő izé. Találékonyság. Wano. Wano Kuni.
pillanat, srácok. Na, akkor mégsem. Na szóval... Igen, igen, így van, Gergő. Elég keményen, kőkeményen. Hát... lassan ad lesz. Ajtórobbantás. Lassan beélyesítik a izét. Detonátor. De az a baj, hogy beírtam itt One Piece-nak a Wikipedia-t adtak ki, szóval sokkal emeltem okosabb. Vagy majd valahol kiírják leírásba, hogy ez egy létező település. Na mindegy. Istenem. Hát most ilyen. Na szóval akkor most már végre valahogy, akkor szét tudunk nézni, akkor itt a drága Tsushima területén. Van inspiráció. Lehetségesen is így hívják. Lehetségesen pont így hívják, hanem van egy ilyen hasonló ország, sziget, ami pontosan ugyanígy a felfekvése és ugyanígy néz ki. Hasonló a referencia benne, csak nem pont így hívják. Ahogy néha a hírneved, megtört szamuráj. Ja, meg igen, azt hiszem, nem szintlépéssel kell majd az egész, amit hírnével fejlődsz tovább. Hallása, összpontosítás, az. Ezt kapom jutalomnak? Nagyobb hírnév növekedés. Jászat. Ez még jó volna. Milyenem nincsen. De ez olyan mi ez? Itt is vannak ilyen kérdőlek, mint a... mint már sok-sok másba. Ez így elsőre így nem tűnik kis helyszínnek. És ez itt még például mi? Ez is még ilyen tartozik? Jézus Mária. Hát ez elég nagy. Mert most ennek a szigetnek van ilyen déli része, északi, meg közép szakasza. De csak gondolom ez az északi és a másik meg a déli, de hol a közép? Ez a picike itt, amit elválaszt és hozzáköti így a kettő szigetet, még most ez hogy van? Először elmennék ide, erre a kis kérdőjelre. 670 méterre van. Különösen a vezérlőszelet. De nagy... emeljétet a társpáddal tudok itt mindenféle imótokat csinálni közben. Hogy tudok leszállni itt alulról? Ja, körrel. Meg tudok így hajolni. Tudok furuljázni. És hát ez nem furujának hívják, hanem... és úgy elteszem így, jaj, értem. És akkor össze... Hoppá! Hát... hát igen, mert konkrétan a Last of Us-ból a háromszöggel kell felülni, és így elég ezért zavaró ez nekem, most ugye R2-vel kell konkrétan mindent csinálni. Mindegy. Kyoshi prefektúra. Ez a prefektusi fürdőm, magyarul. Úristen, éld is már, hogy...
A látvány orgia, ez brutális. És akkor amelyre fúj a szél. Már a szél irányra vezet, arra kell menni. Akkor gondolom erre. Mert írja is, hogy már kezdünk közeledni, meg csökken a távolság. Hoppá. Hát mi van itt? Egy tetem. Mit tudok fel csinálni? Nem tudom megvizsgálni esetem, vagy valami? Hatalmas bambuszerdő. Elég letarlózom itt, nem mondjak. Ó! Csak azt hiszem, hogy itt is lehet gyűjtögetni a virágocskákat? Nagyon nagyszerű. Találtam egy virágot. Hú, de jó. Megint megnyomtam a gombot, nem ezt akartam nyomni megint. Megint rossz gombot nyomtam. Van egy szarvas. Arra vagyok kíváncsi, hogy szarvas lehet esetleg majd későbbi ebben így vadászni vagy sem. Itt lesz majd a közelben már, ahogy látom. A 190 méterre van, és hát szerintem az lett neked, nem is tudom pontosan, most métert ír, meg gondolom, hogy méter lesz az. Nem miles. Már nem tudom. Gyanítom, hogy az. Itt fent valahol? Így is fel tudom szedni. Nem is kell, akkor leszállom a lóról ahhoz, hogy felszedjem. Túlélők tábora. Ó. Mi ez az XD? Ne ízézzél, te lászol, mennyi sportát fogsz látni egyből. Bajba leszel. Itt még kereskedőzni lehet, ha... Ie, tada, gocitsujin no osugata o mita dake desu. Kore o uketori kudasai. O sagashi no mono e to izanau chikara ga aru to iwarete imasu. Sore wa onushi ga motte. Mouko ga kowakute watashi wa ugokemasen. Moshi michisugara hana o mitsuketara, koko ni motte kite morai. Mitsukurete. Iroiro some nashimasu yo. Ogoete o. Tasukatta. Utazó ruházat. Tökéletes azok számára, akik hosszú útra indulnak. Mi a szar? Törött páncél, cusma, hőse páncél. Utazó ruházat. Nagyszerű, hallod. Hoppá. Honnan van nekem ilyenem? Lehetséges, hogy ezért a digitál deluxe-szal. Fejeszteni is lehet közben, az a vicces. És ez... Mit kellett nézzem, hogy László? Dante-t lerajzolták? Én, de hogy nem is ne. Amit írnak az üzenetbe, azt én nem tudom elolvasni, mert nagyon kicsi. Nem látom. Na nézzük ezt. Most nem kell az. Nem kell nagy ruha. Jin utazása. Harcosok kódexe. És itt a sensei. Úristen, így van írva, hogy sensei. Mindig S-szel van. Azt nem össze, hogy mást akar odaírni. Sensei. Isikawa senpai. Sakai acél. Itt van a fegyverszt, és ez mi? Talizmán hely, azt mondja. Készségeket adnak, nyerd el őket a Shinto szentiek. Felkeresésével az, és tudsz, hogy a történetének teljesítésével. Milyen sok talizmán helye van itt? Öltöző, kiegészítő, hűsinek nyerge. Hát akkor ezért van ez már így felszerelve. Tudok ilyen dalokat szerezni. Fúvóla, tényleg fúvóla, nem is, nem fúrója, fúvóla. Azt nem jutott eszembe hirtelen egy pillanatra. Táska.
nem tudott hirtelen eszembe, hogy most pontosan hogy hívták ezt. De igen, akkor fuvola. Kart készítettek. Kalapok. Nincs elég. Milyen virág? Páncélfe. Páncélfesték. Szint is lehet így változtatni? Beszemsz. De nem ezt kéne nézni, mert... Vezérlő szél cél. Követheted az új helyszíneket a vezérlő széllel. Eddig is úgy csináltam, nem? Vagy nem? Ez mi? Mongol terület, hoppá. Hát onnan jöttem, nem? Kanada várába jöttem. Nem kéne visszamenni oda szerintem. És ez mi? Aranytemplom. Kumacui kunyhó. Az íjász ébredése. Tehát délen is van valami terület. Azamo öböl. Hát nem azért vannak így itt, mert ezeket már voltam, vagy ez... Nem hiszem. Komoda városa. Ez tök jó, hogy konkrétan úgy fedeződik fel a helyszín, ahogy aléppen jársz. És akkor ez ilyen GTS feeling. De ezt a ruhát szerintem most ezt... Bemegy és jól néz ki amúgy. Én nem akarom még ezt így be így felvenni, mert... Túlságosan így kezdőknek elég OP-nak tűnik ez így. Ezért elég lesz nekem a utazó ruházat. És akkor vehetek maszkot is. Maszkot is, meg sisakot is tudok venni. Ó, de jó. Fehér fejpánt. De ez se rossz. Akárt is használtam, de most jelenleg nem. Tsushima hős. Azi? Milyen maszk ez? Azt a kurva, az nem semmi. És itt? Itt is van Tsushima hőse. Ezek valószínűleg az izét, akik előrendelt és tehát digitál deuszot vették, azok kéne elérhető ez a újfajta tud mindegyik. Hát konkrétan mindenféle szedben van ilyen Tsushima hőse alakzat. De hogy látom, vannak itt a izmának amúgy, csak gondolom ezek is a izéből a Deluxe-ból. És ez mit ad? Visszaad kisebb mértékű életerőt. Ez jó. Maradjon akkor meg. Mit tudom még így csinálni? A vadászatról van-e prém vadászat? De jó! Lehet! Valami cserébe. Üvedék és nyersanyagok. Vászont vehetek. 30... Miből? Ez mi ez? Készlet? Hogyha simán az. Bőrt adok vászontról. Túlságosan drága. Egy darab? Gyakorlanyag, amit a páncélkovácsok használnak. Vászat és páncélzatod fejlesztéséhez. Érdekes. Hát jó. Vegyünk egy ilyen vászont, mégis ne. De is tudok adni, szóval ez jó. Bambusz, vas, vászon. Nincs eszköztáratban. Dramadozó írha. Ó, ez jó lesz ez már. Örülök, hogy lehet vadászni. Ennek örülök. Mit lehet itt még csinálni? Vannak is sebesült emberek. Ohajó kozaimasz. Ohajó kozaimasz. Nem tudom pontosan, hogy reggel van, vagy sem. Obento desz. Majd egy párbeszéd ikon. おめでとうございます。俺が生まれた日、母親がホタルを追う狐を見たそうだ。狐はお稲荷様のお使いと言われてますからね。うん。見かけたらお稲荷様が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 。見かけたらお
valami collectible-öket is tudsz ezzel szerezni, és most például elfelejtettem, hogy pontosan miket is. Na mindegy, most már. Itt is van valami beszéd. Hoppá. Ezt vártam, ezt a felnyílt pillanatot, amikor már tényleg így nyílt világ végre kitárt a kapuit. Ennek örülök. Ezt vártam már. Hiyoshiban meg kéne látogatni a nővérem. Ilyen van ilyen gőzfüldés, ahol meg lehet mártózni, és akkor az a életet is töltesz vissza. Ilyen hosszpring, mint a Nióban. Úristen, nézd meg! Ez is például milyen állat. Oké, ott a végén már nem a legjobbak ott a textúrák, majd itt a leghátul, de inkább itt távolban, de attól függetlenül tényleg lélegeztetlen állító tényleg az egész, amit most itt láthatunk a képernyőn. Elképesztő. Már majdnem brutális. Ahogy ez kinéz. Most akkor ez a kérdő egy ilyen kisebb falu volt. Ilyen kis tábor volt, ja. És majd közel egy másik kérdőjel. Á! És akkor így. Na jobban látom Tsushima szigetét így elválasza. Izuhara ez a déli rész. Toyotama ez a közepe, ez a Kamiagata. Ez meg észak. Felszabadítva. Ja. Hát akkor itt is ilyen foglalások lesznek, vissza kell foglalni az ilyen szigetet is szinte, szóval ez jó, tetszik nekem. Kíváncsi leszek. Inari szentélyek, ja, az a szentélyek a hely vezet minket a róka. Úristen, mi lesz itt ebben a gémben? Most nagyon tetszik nekem. De mi ez a vezérlő szél cél? Követés, mutatása térképen. Na mindegy. Hajrá! Vezessen minket a szél tovább. A végtelenbe. Azt a kérdés, hogy itt fel kell lemenni, vagy le? De gondolom itt le, mert itt elmutat a ikon. De milyen furcsa, hogy itt lovagol, vagy bárhol így a szabadban, így a fűben találsz elszorva ilyen tetemeket, nem tudom. A szarvas, az enyém a szarvas! Kapd el a szarvast! Á, túl gyors! Túl gyors! What? Ragadozó? Milyen ragadozó van ott? Mi? Hát ezek vaddisznók. Oké, ezek is tudnak támadni, de... Hoppá! A kis vaddisznó, hogy izé? Ragadozó írha. Hát azért nem mondanám ragadozónak azért vaddisznót. Oké, hogy tud rendesen kőkeményen támadni, de attól független... Elég erőszakos, hogy el, de attól független nem ragadozó, de mindegy. Haha! Megvan a kis vaddisznó? Így nélkül is tudunk vadászni, látom. Ezt is szépen elkapták. Három volt, abban egyik eltűnt. Jó is időlő. Közben már elveszettem a nyomomat. Elveszettem az irányt. Pontosan merre kellett nekem tovább mennem. Szarvas! Kérem a szarvast! Kell nekem a szarvas! Há? Há? Túlságosan gyors. Nem bírom egyszer utolérni. Ó, mongol terület. Szabad is fel az Ogawa Dojo-t. Dojo.
melyből ellenséges táborba keveredtünk. No. Ne! Fenébe. Hát nem érhet. Hol van ebbe a tisztesség? Talán nem látta, hogy előjöttem. Hát már észre lett, már minden most már. És azt mondja, hogy utazó ruha lüktetni fog, hogyha a runa van a közelben. Hát most lüktet amúgy, és hát ilyen berezonálta. És hát legalábbis rezeg a kontroller. De hát a picikek most elmegyek mellettük, most elmegyek tőlük, hát ha akkor így elvesztik a nyomomat. Összecsapni akartam volna, összecsapást akartam követelni, de hát akkor nem. Ha nincs, hát nincs. Hoppá. Mátok, hát milyen isten? Ez, na, ez például ez milyen szar rész már pedig. Amikor így... Konkrétan nem más, mint a drága fantasztikus kamera kezeléstől. What? Nem jó. Ne! Á! Hát még ez nehéz volt most. Tényleg elég zavaró ez a... What? És most mit tudok csinálni? És mit ilyenkor mi van? Bazd meg. Kép most izélünk. Megsértjük a becsület kódexét, de hát nem tudok. Nem tudok izélni. Most jelenleg likvidálni így halkan jelenleg. Legalábbis nem engedi, hogy ezt csináljam. Szóval azért idő után, amikor tényleg milyen sokan gyűlnek össze, akkor már tényleg nehezedik akkor a game. Harcrendszer. Ó! Ebből kis szurka piszka. Eddig jó. Ilyesen azt most előbb meghaltam. Előbb megbordálódtam. Szerezd vissza Sashimono zászlókat. Ó. 86 kész egy gyűjteni, és akkor ezzel megvannak a Sashimono zászlók, ezzel most így felszabadítom azért ezt az erődítményt, vagy ezt a dojót. A harcrendszám ugye az jó. Ez nincsen baj. Nem, itt volt, lett volna valami. Vas, hoppá. Majdnem mit hagytam a vasat? Aztán már tudom, szóval nem számít. Megtámadtak a farkasok közben, miközben izé, nem tudom, honnan jöttek a farkasok, hát, hogy
idomítottak. De nincs se ilyen, se semmim, szóval most jelenleg még asszaszinkodni sem tudok ilyen állapotban. Oh. Ugrással. Ugrással hajtottam azért az íjat. Pontosan megmutattam a vasat. Gazsi nem örült volna neki. Aztán nem tudom most szétzúzni ezt a... Mi az ott, amit ott mutat? Készlet. Azt mondja, még készlet lehet lootolni. De ezt nincs nekem meganimálva, hogy ellootolja azért a tárgyokat, de hát mondjuk a vicsárban sem volt meganimálva, de szóval ez teljesen mindegy. És most pár bajra hívom őket. Már ha lehetne persze, de nem lehet. Már nincs helye a tisztességes párbajozásnak, fogadjunk. Meg ott volt egy olyan pont kamera nézetben, amikor tényleg belementem már a... A kamera már ott volt a növényzetben, és akkor nem láttam semmit. Kegyelem döfés. És most a Magico, és itt a vége az ijászkodásnak. Az a kérdés már csak, hogy... Ajaj! No! Ezekre a farkasokkal van probléma. Nem már, hát mennyien vannak ezek? És hát nem mennyien vannak, hogy mennyi értem ennek a farkasnak, hát komolyan. Úristen. Nem kell sok, most jó be is rezegett most a kép. És akkor azt mondták, hogyha most ez az utazó mongol erekék, hoppá. Szóval azt mondták, hogy a utazó ruhában elkezd rezegni a kontroller, hogyha közelben runák vannak. Érdekes dolog, nem tudom most itt lesz itt ilyen ilyesmi alkalom. Gyere! Mert a lovagban a más lovat is. Már éppen, hogy már ideje volt már, hogy nagyon kevés volt ahhoz, hogy majdnem megbúdálódjak. Szerintem megúsztam. Így se leszel a pakodós elszel. Itt nem is kéne amúgy őszintén. Sőt, hát itt a izét attól függ most, hogy itt a... Most tényleg a szamuráj becseltünket akarjuk ezt most itt tovább firtatni, tovább húzni, akkor itt aztán nem is nagyon szabadna lopakodni. Lopakodunk azzal, a szamuráj becseltünket teljesen megsértjük. Ilyet nem szabad. Ilyet nem szabad tenni. Szóval lehetséges, hogy inkább szarok majd bele a jözébe, és szarok bele a jözébe, ebbe a kapahodásos diba. És inkább becsületemet fogom inkább növeszteni. Jó halált. Nem haltam meg még mindig. No! Ne a farkasokat! Megszereztem a mongol izérősz mongol sashimono zászlókat, megszereztem. Pusztítsd el a fekete por készletet.
mi szaglásznak azért a farkaskák, de jó. Fekete por készlet. Ja, már látom. Á, nem tudtam megakadályozni, amit támadott. Pusztítsuk el akkor. Na, ha lehetséges. Tartson be a meggyújtáshoz. És most? Most akkor felrobban. És hát meggyújtódik egy idő után. És fel is robban a... És ennyi? És akkor ezzel fel is van oldva, ezzel megszólítottuk a dojót. Ez előjön a izé. Dojónak a nagymestere. Hoppá. Ajaj. Na vagyok erre felkészülve. Mi is a atmoszféra hallod? Jobb el van páncélozva ahhoz képest, hogy ilyen kis... kis egy... rojba vagyok felszerelve. Hát ez szerintem bukta lesz elsőre, ez így most megy. Most pont amikor éppen izé támadnék, és amikor éppen ki akarom téteni, ki akarom védeni, akkor használja azt a kiirtetetlen támadást. Igen, bocsánat sem, és amikor éppen izé, amikor meg kitolcsolok, akkor meg azt, amit azt támad, azzal támad, amivel ki tudnám védeni a támadást. Ha rosszul csinálom, rossz a módszer éppenséggel. Dogár hadúr. De most már kezdem érteni most már ezt a... De... Ne rúdoss el! Megvan! Fú, ez nem volt könnyű. Vagy figyeljen meg ennyi vezért, ízeles. Figyelj! Hogy tudok megfigyelni? Na. Okava dojo, már a miénk. Technika pont, képesség pont, technika pont. És hirdelen nőtt. Nagyszerű. Hát ez is éppen olyan sikerült. Ó, új technikák. És hogy vannak samurai skillek, eltérítés, kikerülés, mitikus. Gondolom, special képesség, felfedező, mi a szar mennyi van, ha úristen. Tökéletes hájítás, hájítsa utolsó pillanatban és vírusi halálos ellentámadást. Magától? Ó. De nem, van még gombot meg kell nyomni ilyenkor. Ez még ez jó, ez így fontos. Gördülésre tudok már gurulni is. Dupla. Mind a kettő fontos amúgy. Itt életerő szerep. Melyit kezd meg erősítő vízükben, hogy megnyered maximális életerődet. Teljesíts a bambusz gyakorlókat, hogy megnyered a maximális akaraterődet. Jaj, de jó! Kösd a vezérlő szeret a Shinto szentélyekhez, hogy ahogy új taizmánokat találhass. Érdekes.
Kövesd a veszélyveszett rókajokakhoz, rókák elvezetnek az inari szentélyéhez, ahol talizmánokat találhat és további talizmán helyeket szerezhetsz. Hiúság szele. De veszélyvő szeret, hogy rámukai olyan tárgyakra, amelyekkel személyes szabhatod a megjelésed. De jó. Nagyon jó. És vannak itt alapállások. Kő. Áthatolás. Kőállás. Vízállás. Ó, és sok itt különböző harcmodulokat lehet így. Nagyon jó. Szélállás, holdállás. Nagyon jó. Szkarfogatók ellen hatékony, ez pajzs hordozók ellen, lándzsások, nagy darabok ellen. De jó. Ez nagyon jó. Ilyen dupla izé döfés. Ne, nem akartam. A technika, szellem. Szellem fegyverek. Kibontakozó taktika. Összecsapás. Igen. Meg az felfelnyirat. Gyalogatlan ellenség kihívásához. Ez az már megvan, az oké. Okay. Ez már van sajátítva, most nézem, mi vagyok. Összecsapás sorozat. Sikeres összecsapás után egy ellenség ront rád, aki halálos csapást mérhet. Én egyszerre kettőt tudsz lecsapni így egyszerre. Aszta. Az igen. Költség két akarat elő. Vasakarat. Menjesen volt a vereségtől. Ja! Van ilyen rezurettelési lehetőség. Hány technika ponton van amúgy? Ott így, hogy három. Akkor nekem ez kell, ez is kell, és akkor egyet tudok még használni. Kitérővágás. Rohanó csapás. Ó, de jó volt ez. Erős karthárítás. Tökéletes gyógyító hárítás. Ez is jó. Igen, ez gyorsító. Rohanó csapás, ez jól tetszik. Na. Nagyon jó. Nagyon jó. Erekjék is vannak most már. Igen, mongol erekjéket megszereztem. Banhar kutya. Csak ez én fogadtálok ilyenkor az én állatfajokról, meg különböző fajokról, meg emberekről. Két arany. Kaptam aranyat. Ez hol van? Ödra virág szirom. Szóval ez itt. Feled fedezve. És egy felszólítva 24-ből. Ilyen sok lesz itt. Elég hosszú egy game lesz, mit nem mondjak, csak hát igen. Most tisztán látszik, hogy én most inkább ezeket csinálom. Most nem lehet, hogy lesz itt a nyílt világú természetben. Felfedetlen helyszín. Felderítetlen helyszínt most megnézzük újra. Hogy jutok itt ki? Ez itt nagyon-nagyon fontos dolog. Itt a bejárat. És most már mindenhol ezen a területen most már újra rájött a béke. Újra itt vannak az emberek. Azt megy minden ma itt. Szóval újra a békesség visszaköszöntött a faluba, most a dojo-ba. Most erre? Valóban erre kell menni. Szívesen megtalálnék egy ilyen rókajukat. Ennek örülnék. Kíváncsiak arra jó róka keresése és követése, meg a inari szentélyekre, meg azokra a keresztút. Megint mongol terület. Á, most ne. Vagy de? Legyen de. Yes, siker. Ez a vezér volt? Az igen. Ez gyors volt. Ez a vezér volt. Ez érdekes. És akkor, hogy nem probléma, hogy elintéztem a vezéreteket? Ilyenkor nem. Nézd ki, hogy nem. Nem különösebben kezdtek el aggódni, vagy valami.
akkor is küzdenek minden áron, hiába veszett el a királyuk, a vezérük. Énekes tücskök. Hoppá. Mi a gyűjtögethető tárgy. Hopp, elkapott. Uff. Hírelet növekedett. Bónusz feladat. Mi volt itt a feladat? Kipucolni a helyet? Meg is volt ez már? Ennyi volt ez a hely? Nem. De. Jó, hogy sikerült ezt és meg is van. Tudom gyors utazni már itt ezen a területen. De jó. De ezt nem védték olyan sokan, az látszik. Már azért is meg kell csinálni ezt a főküvetés, hogy már az íjamat meg tudjam szerezni. Ijászkodni az jó volna. Uff. Jobban látszik most a szél fújása. Pontosan merre fúj a szél. Erre? Uff, az igen. A ló az átugrott a messze szeleken. Szeleken, dombokon. Dombokon, hegyeken. Hát, vagy ezt éreztem, hogy össze fogunk esni. Itt lenne? Olyan itt valami táborhely. Micsoda? Na itt már át tud menni. Arjake prefektúra. Újabb prefektúra. Mert én látom egy... egy kisebb hely, ahol lehet beszélgetni is. Egy másik szamuráj. Új szóbeszéd helyszín. És melyik itt a szóbeszéd? Ja, ez? Becsület másik oldala. Kisebb lopakodás talizmán. Aha, ez egy mellékületés, gondolom én. És itt van a... fedétetlen helyszín. És itt a rókajuk! Nagyszerű. Ezt akartam. Rókajuk? Itt a róka is. Gyere. Kövessé engem, te róka. És nem kövessem, én követett téged. Kérdés, hogy meddig kell követni ezt a rókát őszintén. Azt a... mekkora öböl része ad. Nagyon szép. Már azt hittem megérkeztünk. Még teljes sokáig kell követni itt a rókát. A szentélyekhez kell követni. Ha, itt a szentély. De jó. Tisztelt adás a szentélynek. Tessék. Lyukramész. Na kap, ha Lyukramész az ember, akkor nem kap a Pride akkor. Ha gyíkra megy, akkor... talizmán hely feloldva. Olyan talizmánt használhatsz. Ó! Tudok azt mondani, most már három talizmán, csak hát csak mindig csak egy van. Szóval teljesen mindegy. Szent János bogár. Kérem a lovat. Te jó ez, menjünk majd azért a jobb nyilat, és már konkrétan már tudok kizélni. Fotómódozni. Mi kamera pozíció. Egy pillanat az időben. Hoppá. Fordított kap a Pride, azt mondjuk. Így is fel lehet fogni mondjuk, ja. Szóval akkor ez megvan. A rókajuk. Akkor most nézzük meg.
És közel vagyunk amúgy is hozzá. Szóval nézzük meg ezt a... ezt a... Ishikawa senseit történetét. Egy Ishikawa történet. 9 ágból áll. Ishikawa sensei sosem csatlakozott a mongolok ilyen csatánkhoz. Komodában. Ha még ilyenben van az ő ijászodása, hasznomban lehet megmenetsen simul a nagyurat, de előbb meg kell találnom őt. Szóval ez kell. Kell az ijászat. Jártasságot meg kell tudnom. Meg kell tanulnom ijászkodni. Képződős, hogy Ishikawa sensei után a fogadóban. Itt még fogadó. Különösen várom a fogadót. Ó. No. Moskosok elkapták a szegény civil embereket. De most lakoltok, mindannyian lakoltok. Hát sajnos nem sikerült megmentenem őket, na mindegy most már. Megmentenem nem sikerült. De legalább bosszút álltam értük. Na annyi esélyem van megtalálni a Ishikawát, mint Legolaszt. Hát körülbelül. Ő itt a japánok Legolasza. Kiyoshi forrás. Arra kéne mennem, ide le. Hát igen. Ez ilyen dupla szaltós Witzberger volt. És ott van lent a fogadó. Hát egy párszor le fogunk kitesni. Nem baj, a ló az bírja. Hát nem hal meg a ló, szóval is ez a probléma. A ló az bírja. Meglovagol. Nem. Hűségesek vagyunk a lóhoz. Lovankhoz. Lovainkhoz. Lovunkhoz. Hol a beállt a fogadónak? Itt van. Ez a fogadó? Ez így készítő, ez nem fogadó. Így készítő. Komoda no hama de nakushita. それは残念でしたね。もし石川先生が生きていらっしゃれば、弓をお譲りくださるかもしれません。弓さえあれば、私がその力を引き出して差し上げます。うん。Ja, értem. És akkor nem erre van akkor az Ishikawának a izéje. Nem erre van a fogadó. Amit én keresek. Valószínűleg tesz a közelben. Gondolom. Láttad a madarakat? Aranyszínűeket. Ez a dalgyűjtögetős szóbeszéd? Talán megpróbálom. そういたしますね。 坂井様。 坂井様。 ゾロさん。 ゾロさん mindig segít a bajba jutottakon. Itt lesz valahol valószínűleg a fogadó, amit keresünk. Nem is gondolom én. Kereskedő? És egy virágokból lett az a fizetői eszköz. Harcos árnya. Nem rossz? Milyen tokja van? Portyázó tigris. Hódémon szeme, császár könnyei. Tenger sárkány szárnya. De jó.
Micsoda neve. Nagyon jók ezek a nevek. Klimatiltás a határokat súrolja. Itt lenne. Te ennél is igaza? Osamurai? Maszaka. Földműves. Ishikawa sensei o sagashite oru. Hama de uchiji ni sareta no dewa? Ikite oru. Dōjō wa doko da? Mori no saki desu. Go annai itashimashou. Erdőn túl. Mutasd meg utat, merre találom a nagy senseit. Ishikawa sensei, merre találom? Souda. Ikusa no zenjitsu ni mura ni irashichattan desu ga. Kamokuna go yōsu de. Picit lootolgatok előtte? A vászon. Na mutasd meg, hol van akkor Ishikawa. Már ha olyan messze van persze. Sensei no densetsu wa makoto desu ka ne? Densetsu da to? Mit mondanak? Tatta ippon no ya de kaizoku no fune o shizumeta to ka? Makoto da. Egy kalóz hajó. Muttomo inuita no wa fune dewa nai. Kalóz kapitányt a partról. Az az? Hoppá! Nem van egy jobb izé beköszönés. Nyugtalan a tűz. Éppen most zúztuk szét az ajtaját. Nagyon szép. Leellenőrzöm. Újabb érdekesség. Újabb szóbeszéd. A vas ára. Újabb mellékküldetés. Kapjuk egymásnak a küldetéseket, meg a cuccokat. Máson kezdek már elveszni benne. A jó értelemben. Ez abszolút a jó értelemben. Ő volna az? Ja, az nem az akkor. Hát láttam ott valamit az előbb. Ott fent. Azért dojoja ott van. Ez a faj másik, ott egy furuljázó ember. Mit lássatok ennyit? Azt nem értem. Ez mi? Shimura-sama-wa-go-kensho-de. 今はもうこにとらわれておいでな。うん。ご心配なく。辛抱強いお方ですから。戦の技量に優れ、さらに若まで。堺様も。はい、こう言えばいいし。そのような暇はない。戦の時こそ読まなくては。一種読めば。メディタルの道かだしゃ。さようです。ちょうど。ケベン、その地らしほど、しっかり注目。そういった場所を見つけましたら、 Azok mutatják az utat. Szóval akkor ez... Jelez nekünk egy... Hiroshi haiku. És ez csak szimplán haiku. Hát mondjuk elég közel van ez a haiku. Hát ez nem itt... Én nem ezt jelzi, hanem itt. Mit tudok itt csinálni? Haiku írása. Tudunk haikut írni. És hogyan írunk haikukat? Elkíváncsi vagyok. Elmélkedés a nyugalomról. Altad a föld. Suttogás a fák között. És akkor hogyan kezdem a haikukat írni? De jó. Suttogás a fák között. Hűs ágy, felült csillagok. Szabadon leng a szélben. Az édes naptól védett. Szabadon leng a szélben, az jó lesz.
erős védelem egyre erősebb. Tehát a kettő lehetőség van. Úgy néz ki a... Zeni! És amit én választottam, suttogás a fák között, szabadon leng a szélben, egyre erősebb. És ennyi. Nem ijesze már. Ijesze már az... az toxik, nem? Több verset kéne írnom. Írtam egy verset most konkrétan. Békesség fejpátyát megkaptam. Nagyon jó. Írtam egy verset, kérem szépen. Három szóba álló verset írtam. Ez itt a nyugalom. Nyugalom szentélye. Nyugalom szent egy háza. Ott van fent Ishigawa sensei. Hozzá kell mennünk ahhoz, hogy meg tudjuk, hogy az igen. Hozzá kell mennünk ahhoz, hogy ijász leszékkel tanuljunk meg, hogy megkapjunk tőle plusz íjakat. Ez a haiku lényege? Az én ASMR? És akkor haiku az magyarul ASMR? Erre gondoltam, mi gerül? Istenem, mi az a játék? Én most fel nem jöhetsz, mert most fogok, nem... Most egyébként még nincsen spoiler még egyelőre. Rövidek, te barnak! Oké, te fasz. Szóval, majd ha odaérünk a Ishikawa senseihez, akkor már elsérsed már. Enyhe spoilernak lehet leveszni, de azért nem mondanám akkor a spoilernek. Rá akarom, mert tudtam, hogy... Lászlón ez... hagyomány. Közben elveszettem a nyomát, hogy pontosan hol volt a dojo, de azt hiszem erre van a dojo-ja. Hívjuk ide inkább a lovat. Tiszafát találtam. Azaz izével nem tudok azonosulni. Éjeszem váran? Az én sem mondjuk, megmondom őszintén. Hajzsire! Zoro senpai megérkezett Ishikawa sensei dojojába. Hullanak alá a levelek. A levelek zsongása. Most viseljük át a dojót. Miért? Nem tudunk azonosulni az évvel? Támadás nyomok. Nem tudunk azonosulni azzal a... ASMR-ral? Véres lábnyom. Itt a ház. Talán meg Ishikawa senseit. Itt vannak a nyomok. A nyomok ide vezetnek. Nem mozdulj. Itt a sensei. Sakai no atotori ka? Így van. Ikiteottatoa. Komoda de matteorimashita. Mukau tochuu de zoku ni osuwarete na. Sono zoku o machikamaete ita to. Sonae areba urei nashi to iu daro. Shimura tono mo uchiji ni ka. Yoki otoko datta ga. Buji desu. Shikashi toroware no. Tajas Yoshika Fudes ur fia. Neki is ismerős hangja van amúgy. Dekinu. Fushou no deshi ni shuppon sarete no. Te o kashimashou. Shikaru no chi nani tozo gojuryoku o. Okure o toru na yo. Mi
És ők a sensei története. Tök jó, hogy vannak ilyen történet, aki mint bizonyos karakterekről. Na. Menj, és sokkal a szenszeje, és most kiderül, hogy pontosan hogy tudunk ijászkodni majd. Tomoe? Genichiro, a Way of Tomoe. お主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払い。10年前も láttam. Azért elég jól megismertem. Elég hamar. Tényleg sem mutatkoztunk. Nem is mondtuk meg, hogy menjünk Sakai. Hoppá! Nem, már össze akartam csapni. Eltalálta a saját testvérét. A saját testvérüket eltalálták. Hol a másik? Részek tanukik. Alvót égist. Alvót égis eszébe intézni nyilván. Egy többnyire japán fejlesztők tartottak be. Tudott ebbe az ígért megjelenést többnyire. Egy-két kivétellel. Hát igen. Igen, van a kivételek, mint például a Ferditél például. Na, az például eléggé sokat késett. Nem olyan sokat, de... Mondjuk azon kívül... Igaz, amit mondasz. És ezt a Ghost of Tsushimát sem késetették el egyáltalán egy pillanatra sem, jól tudom, azt nem csúsztatták el egyszer se. Mikor bejelentették, akkor az meg is jelent akkor. Annyi jó kettő is, igen. Szóval többnyire a japánok azok, akik inkább betartották az ígéretet. Az ígért időpontot nem csúszhattak, nem késeltettek. Mint például most már konkrétan majdnem mindenki. Összes fejlesztő már szinte elcsúsztatja a saját projektjét. Igen. Egy hónappal? Ja, valami rémlik már. Mondjuk az nem a nagy probléma, az egy hónap. Mert például a Cyberpunk az már áprilisban meg kell fog megjelenni, és novemberben fog megjelenni. Például az elég nagy késés. Elég nagy csúszás. Vagy hát több más is. Mint például a Last of Us is februárban jelent volna meg alapból. Nakayama erőd. Ó, még... ki kell pucolni erődöt majd a végén? Na, azt a fasz eredetileg azt a februárban jelent volna meg. És csúsztattak volna még többet, ha nem jelent volna meg, és nem adták volna ki ezt a kiszivágott jeleneteket, nem jelentek volna meg. Akkor volna szerint tovább csúsztattak volna, jól tudom. Megkapom az ilyat. Semmi sem talán fájdalmasodnak. Jó is, hogy nekem adom.
だがお主の腕次第で貸してやってもよい。Kölcsön kapom. Gyakorolnom kell az rövid díjat. Megkapta a rövid díjat. Azt a lámpát célozzuk meg. Oké, megpróbálom. Kicsit feljebb. Még kicsit feljebb. Megvan. Hát nekem készült volna. Hát még hát azért sokat hibáztunk mondjuk, de... De jó. De fél tudok már ijászkodni is. Nagyszerű. Ez már sokkal nagyszerűbb. Ellen féltött a fel arzonálunk legalább valamilyen szinten. Ez van a Nakayama erőn? Egy nagy. De nem akkora, mint az a dojo, amit először kaptunk, elfoglaltunk. Dojo. Elég sokan vannak. Van valami jobb dolog? Az igen. Nem tudtam, merre mentél. Sensei. Hogy rám kiáltotta ezért a sensei, ha van. Majd mester. Igen. Széte a kotó szonjiru という言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものは。Miért van a csata mezőt? 旧兵の数が多い。Rengeteg ijászok van. Képzett ijászok, akikbe gyakorolgatnak.松明を打ち落とせば火花が飛びましょう。シクラクサーポロズナク。火事を起こせるな。はっちょかりメッサバトメクト。タルで痛手を与えられるやん。やる甲斐はあるの。はだすきなように言うかよ、最初。蜂の巣だ。エルドブル。いれば足止めになるやん。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやる。スカルの地に乗り込み、巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。Várunk. Jó, addig várunk, amíg nem jönnek a izéből, a erődből. Mon が開きます。わしの合図を待て。Elég sokat vártak. Aha. Akkor kezdjük először is ezzel. No! Baszki észrevettek. Nem is érdeklik őket a izé az a darazsak. Megvan egy... Itt elkaptunk. Ennek a ló is megnyifant. Megvan. Hát ez kemény. Mehetünk le akkor, nem? Vannak ott még, most nézem. Uff. Headshot. Elég egyszerű, egész egyszerű az ijászkodás is amúgy ebben a game-be. Mondom ezt akkor, amikor éppen mellé lövök. De amúgy tényleg. Hát az is igaz, a sensei megcsinálta helyettem. Még ennél is többen? Mennyien vannak ebben a kis erődítménybe? Gyertek, srácok! Uff!
Hoppá. Ott a főnök. Ott a vezér. Kamera nem látok a kamerától. Azt a moshoz, ezért szépen elkaptak most. Ajaj. Mi a... Volt, azt már buktam. Nem tudok egy pillanatra elmenekülni? Még bebújni egy pillanatra? Vajon követnek tovább? Nézd ki most! Elvesztették nyomomat. Nem volt éppensége egy szamurájhoz méltó dolog, de hát... Nincs mit sem. De pazzak, menjél már innen, hát nem igaz. A kamera hallod néha. Fú. Nem egyszerű ezzel a kamerával néha bánni. Jó, retteket volt, Chief. De... Ez is honnan? De... Hogy találta ilyen hamar? Hogy vett észre ilyen hamar? Az a másik érdekesség... részemről. A vére. Ilyen, ez még van. Hát még van. Yes. Én bőven nem fogytak még ki az ijászokból. Yes. Kegyelem döfés a végére. És hol állt a War Chief? Á, ott vagy. Kifolytam az íjból, de jó. Kifolytam a nyílveszőből. Kifolytam a nyílveszőből. Segíts nekem, jó ijász uram! Ha! Hát ilyen a hátulról csapás. Csak azt mondtam, hogy hol lett a kapitány, és a vezér hol lett. Ott van kint. Harcolnak a izével. És a kávával. És pont utolsó csapásra én megérkeztem. És kisekítettem az Ishikawát pont az utolsó pillanatban, amikor éppen bajba került. Lecsaptuk a vezért. És akkor ezek a vezéreket intézünk el, ezek elérhetői válik idő után az állások. Mint például a vízállás érhető most el, hatékony pajzsok ellen. De jó. Na, ez fasza. Hogy tudok váltogatni a állások alatt? A háromszögekkel. De éppen hogy. Nem volt az olyan könnyű most. Vízállásra váltás, azt nyomod hosszan a R2. Itt tudok váltani állásokat. Itt is ugye olyan, mint a izébe, de Nióba. Nagyszerű is. Itt is vannak különböző partis stílus. Mint a Nióba. Mate, これは巴のもの。辺りを調べろ。
Ó. Elintézték a foglyokat. もうこの矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。鹿の角の矢はずは、わしが教えた海鷲の矢羽もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。もうこの兵なんぞにできぬ系統だ。巴に弓を使わせたのか。 Most akkor... Ó, hát így kell bejönni. Ez itt a japán történészetnek a altonyításának titka. Én szerintem ezt a főkövetést befejezzük, és akkor utána elmegyünk egy pillanatra. Egy ilyen ételszünetre, mert már konkrétan majd ilyen halok. És akkor Tomoe az akkor egy nő lesz akkor. Tászkedtek öre? Hol? Az 50 perc, nem 50 perc azért. Baszki most teszem be! Bazd meg. Nem mentem el a izé. Na mindegy. Most már mindegy. Nem mentem el a kenyérjel. Elfejtettem elmenni. Na mindegy, most már. Majd csak megoldják. でも、奴は解放され、弓を受け取ると、女房を殺しやがった。他の奴らも。あの骸を己の腕を敵に売り込み、寝返りを打ったか。頼む。行ってよ。死にたくない。 Hát, most már mindegy. Ne hagyjuk itt. Most már... Beállt a mongolok közé. Válaszolja, Sensei, Kotoaru. お答えください。わしを襲ったのは賊ではない。巴だ。なぜ？武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで願ったのでは。己に何かわかる。本意をお聞かせください。わしの休日を蒙古に預けるわけにはいかぬ。ならば止めねば。 お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの。武具にあらず。お主も立派に育ったな。思いを仕留めるぞ。わしのやり方でな。そう。ああ、フレッフレッフレッ、メギシンカベアメジャク。 Végén még tizél lebasszak, hogy beérdemeltem a kenyérét. Elmegyek egy gyors pillanatra. Vilány gyorsan fog visszajönni. Most inkább úgy fogom csinálni, hogy ezt én már akkor meg is teszem akkor a szünetemet, amit akartam. Szóval hamarosan jövök, srácok, akkor vissza. Addig lehetek el valamivel. Köszönjétek le magatokat, vagy látjátok. Jövök vissza hamarosan. Sziasztok!